Szabolcs-Szatmár Bereg megyét két sportoló képviselte a tokiói olimpián, egyikük az aszlai teniszező Majoros Bence volt. A Nyírbátorban nevelkedő és az egyéni versenyeken az aseszineiben induló pingpongozó ott volt az őszi világbajnokságon is. Az egyesület mindent megtesz azért, hogy hasonló tehetségeket találjon, és az idei évben némileg kényszerből a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetek az utánpótlás bázis bővítésére. A Covid azért sajnos rányomta a bélyegét erre a sportágra is, még akkor is, hogyha a szövetség igyekezett megoldani azt, hogyha szűkített létszámmal is, de legyenek versenyek, de így is azért jó néha egy verseny maradt el, ami sajnos nálunk is hiányzott, kellett volna. Munkával pótoltuk, tehát igyekeztünk, mivel a törvények vagy jogszabályok lehetőséget biztosítottak a sportolók számára, hogy ők az edzéseiket folytassák. Mi ezt kihasználtuk, és nagyon sok edzés munkánk fekszik benne. Próbáltuk nagyon sok új gyereket behozni. Ennek következtében az országos új versenyrendszerben megjelenő U9-es és U10-es kategóriába, az U10-es kategóriába a legjobb eredményt értük el, 195 pontot kaptunk, illetve szereztünk, még a második helyzet KSI 105-öt. Nyáron hazatért Ausztriából Tülgyes Dorottya, aki sérülése miatt nem tudott teljes értékű munkát végezni, de az eredményeire így sem lehet panasz. Kölcsön adtuk Kecskemétnek, hogy tudjon extra ligát játszani. Az egyéni versenyeken Nyírbátorba szerepel, és megpróbáljuk neki azt az edzésmunkát biztosítani, ami most számára a legoptimálisabb. Elsősorban az erőnlétét próbáljuk megjavítani, mivel hogy a keze nem terhelhető olyan mértékben, mint ahogy az élsporthoz szükséges lenne. Ezért csak nagyon-nagyon óvatosan tudjuk őt fejleszteni. A nyarat neki is kellett, hogy hagyja, megpróbálkozott, hogy hát, hogyha el tud olyan szintre jutni, hogy az Európa-bajnokságra ki tud menni, de sajnos a sportorvoshoz nem javasolta, hogy kimenjen. Ezzel együtt Portugáliába, Portugál nemzetközén a harmadik helyet szerzett, a szerb nemzetközén második helyet szerzett. Tehát azt gondolom, hogy egy 60%-os állapotában is azért elég jó eredményeket ért el. A nyírbátori Jase férfi csapata az NB2 észak-keleti csoportjában 5 győzelemmel és 4 vereséggel jelenleg a negyedik helyen áll a 10 csapatos mezőnyben. Az volt a tervünk, hogy egy nyugodt évet tudjunk magunk mögött, és építsünk be fiatalokat. Így a Máté Dávid minden mérkőzésen játszott, 16 éves a Dávid, Baracsi Elek 17 évesen, és Baracsi Máté is kapott szerepet az NB2-es mérkőzéseinken, amikor lehetőség volt rá, hogy játszanak. Azt gondolom, hogy mind a két játékos helytállt. Dávid már standard csapattag, tehát nem csak azért fér be a csapatba, hogy menedzseljük, hanem mert a tényleges játéktudása alapján is be tud férni. Azt tervezzük, hogy a következő szezonban ezt a 3 fiatalt be fogjuk építeni a csapatba. Csekő Sándor elmondta, bízik abban, hogy az élet 2022-ben visszatér a normális kerékvágásba, így a nyírbátori edzőközpont egész évben teljes kapacitással működhet majd.